Szinyatár Dóra 35 éve énekel és játszik színpadon. 11 évesen már a Nyomorultak című műzikelben énekelte a kis Kozett szerepét a szegedi szabadtéri színpadon. Azóta számos főszerepet eljátszott, Nyilas Misitől kezdve Julián és Roxy Harton át egészen Fionáig. Életének története jelenik meg a színpadon az esten, amelyet Lévai Balázs rendezett. Mi leültünk, én elkezdtem neki történeteket mesélni, és ő szemezgetett belőle. Azt mondta, hogy ez jó, ez maradjon, ez nem kell, ez legyen rövidebb, ehhez még mondjál valamit. És akkor egy pár hét beszélgetés alatt összeállt tulajdonképpen ennek az esnek az alapja, amit aztán nyilván én nagyon sokat cizelláltam magamban, és azt be kell valljam, hogy az elmúlt hónapokban azért sokat változott ez az előadás. Tehát az eredeti, amit a Balázsral csináltunk, az egy alap volt, és ahogy elkezdtem mondani, és elkezdtem figyelni a nézők reakcióit, meg a saját megéléseimet, hogy milyen nekem ezeket a történeteket mesélni, azért volt egy-kettő, amire azt mondtam, hogy én ezt nem akarom, és volt egy-kettő, ami eszembe jutott, és azt mondom, hogy ez de jó lenne elmondani. Úgyhogy azért változott azóta, de a dolognak az alapja az mégiscsak az, amit így együtt végig beszéltünk. Szinyatár Dóra nem úgy meséli az életét, ahogy azt mások megírták, hanem úgy, ahogy azt ő élte meg, mint lány, mint nő, mint feleség és mint színésznő. Mesél sikerekről és kudarcokról, örömökről és traumákról. Nevet azokon a dolgokon, amik megtörténtek vele. Úgy gondolja, a nevetés a legjobb terápia nézőnek és főszereplőnek egyaránt. Szívesen áll egyedül is a színpadon, hiszen szólókoncertjein az elmúlt 10 évben már megszokta azt. A bátorságot, hogy ezt csináljam, az tulajdonképpen az adta, hogy azért én most már egy bő 10 éve egyedül járom az országot koncertekkel, és arra kellett rájönnöm szép lassan, hogy én nagyon szeretek énekelni, de konferálás címén én egyre többet beszélek. Úgyhogy amikor mondjuk azt kérik, hogy csináljak egy egyórás koncertet, abból én 40 percet beszélni szoktam, és 30 percet énekelni. És szeretik az emberek, tehát hogy én azt láttam, hogy egyrészt a dalokat is szívesebben meghallgatják, hogyha én elmesélem, hogy mi közöm van hozzá, vagy hogy nekem miért fontos. Másrészt van egy adottságom, azt hiszem, mert ez nem egy tanult dolog, tehát én ebbe soha nem fektettem se időt, se energiát, ezt a jó Istentől kaptam, hogy tudok nagyjából nyomdakészen fogalmazni, akkor is, hogyha éppen az aktuális saját gondolataimat mondom, ami egy szerencsés dolog, mert nincs bennem ilyen fajta druk, hogy most akkor hogy érek a mondat végére. Nagyon szeretek beszélni, és nagyon szeretek mesélni. A színházban hamarosan újabb életrajzi stand-up est lesz majd látható. Akkor sokak kedvence Mucsi Zoltán meséli majd el élete történeteit, szintén Lévai Balázs rendezésében.